kezében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a kedves keresztény testvéreim, kedves hívek, szeretettel köszöntöm Önöket a Szent Misén. Ma, amikor búcsunkat ünnepelünk, szent angyalokat, Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Ráfael fő angyalok. Számunkra egy nagyon fontos ünnep, hisz őseink Szent Mihály kiválasztotta, hogy őrizze ezt a futóki magyar közösséget. Szeretettel, drága Miskolcon Nostro, reprezentáció rásom, hogy domnul primársi, domnul viceprimársi, pe domnul consilier, care sunt. Salutăm pe drag, cu drag pe Ermin, cu forumul german, care ne-au frumusețat astăzi această sărbătoare. Salutăm tineretul, perechile îmbrăcate în portuș, vorbesc, cei care au venit astăzi în Sfânta Biserică să arate că această zi pe care bătrânii noștri au hotărât-o Sfântul Mihail, este o zi într-adevăr importantă, că iubim ceea ce bătrânii ne-au lăsat. Și credem în acele virtuții în care și ei au crezut. Szentmise elején vizsgáljuk lelkismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük ezt a szentmisét. Gyónuma minden vannak Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én védkem, én ilyen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor a szekültelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Irgalmazom nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által,
aki veled él is uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökön örök. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, nyíltan megmondom, hogy Krisztus most is, mint mindig megdicsőül testemben. Akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mind a kettő vonz. Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan. Ez az Isten igéje. Ezen a búcsú Szent Misén. Szent Mihály arkangyal gyakran lehet találkozni vele, ahogy egy óriási mennyországi sereget vezeti. De érdekes módon a Szent Írásban található Szent Mihály arkangyal, mint egy, aki tanácsot ad nekünk, hogy mi védjük meg saját magunkat. Ezért Szent Mihály egyik helyen azt mondja, az ember óvja meg saját magát a rossztól. És ez sokkal fontosabb, mint az a Szent Mihály a karddal a kezébe. Amikor a Zsombolyának az élete kezdte, 1766-ban,
védeni saját magadat talán azt jelentette, jól őrizni a várost, tenni katonákat, rendőrséget és őrizni. Abban az időben azt jelentette védeni. 100 évvel később, 1800, megvédeni magadat azt jelentette, hogy találd meg magadnak egy jó vezetőt, ahogy volt a Csekonics úr, visszaépíteni az, amit például elégett, mert gyakran volt, hogy égtek a házak. Jó legyen a kereskedelem, és igazak legyenek a törvények. Tovább, 100 évvel tovább a mi időnkben. Mit jelent a Szent Mihálynak a szava, ti óvjatok meg saját magatokat a rossztól? Hát elsősorban a mai időben ez azt jelenti, hogy beszéljünk meg őszintén a múltunkról, és ismerjünk meg, hogy kik vagyunk. Mivel jövünk a kommunizmus idejéből, beszéljünk egyszer meg, és mondjuk, kinek mi tartozik. Kitől mit vittik el. Beszéljünk meg, kedves keresztény testvéreim, a jelen időről, és ismerünk be, hogy kevesen vagyunk, mert nincsenek születések. Ismerünk meg, kedves keresztény testvéreim, mai búcsú napon, hogy sokan mennek el az országból. És beszéljünk meg arról, hogy fog nézni a jövő. Ezért, kedves keresztény testvéreim, a Jóisten áldja mindenkinek a lépését, aki valamit tesz a jövőjét. Ahogy Ervin is teszi, ahogy a polgári hivatalból tesznek, és ezt a szép népviseletbe hozott csoportot szemünk előtt látunk minden búcsokkor. Én tudom, hogy az időseknek nagy-nagy öröm ezt látni. Azt mesélik, hogy amikor a törökök itt voltak, akkor az emberek néztek, egy másik országba látszott az egyik faluba a templom tornya. És amikor láttak a templom tornyat és hallottak a harangot, akkor tudtak, hogy ott még mindig van remény, azt mondja, még mindig létezik legalább egy templom. Még nincs elveszítve minden. Így mi is, kedves keresztény testvérem, lehet, hogy az idők gyenge idők, lehet, hogy szomorú, de amikor ezt látunk, öröm van a szívünkben, és akkor mondjuk, hogy hát van remény. Remény van, és remény lesz. Szent Mihály arkangyalnak a szavai legyenek minden közösségünknek, minden tagjára legyen áldás. Kívánok, hogy minden család, mert az angyalok őriznek a családot is, minden családban legyen béke, minden család óvja meg saját magát a rossztól, és a Jóisten áldja meg azt a munkát. Doresc în primul rând în această zi de sărbătoare. Să vă spun că Sfântul Arhanghel Mihail este acela care binecuvântează strădania omului. Aseară am spus la concert că El ne învață să și prevenim răul, nu doar ne apără cu sabia și cu oștirea cerească. Se spune că atunci când a fost ocupația turcească, oamenii erau disperați, creștinismul era interzis. Dar se vedea din cealaltă țară, la noi fiind câmpie, se vedea turnul unei biserici. Câteodată se vedea și lumină, câteodată se auzea și clopotul. Și atunci oamenii, când vedeau turnul, ziceau, totuși mai este speranță, totuși nu este totul pierdut, uite, în altă parte se poate. Și noi, iubiți credincioși, înconjurați cu aceste tristeți care le vedem la televizor, că despre ele vorbim în fiecare zi. Câteodată ni se pare că multe lucruri nu vor mai fi cum au fost. Dar, cum am spus, mulțumită lui Ervin, mulțumită Consiliului, domnului primar,
totuși când vedem frumusețile acestea în fața ochilor, ne gândim că lasă, unele lucruri nu s-au pierdut. Unele lucruri vor rămâne așa cum au fost. Există destulă putere și există destulă voință ca să păstrăm ceea ce este, iubiți credincioși, sănătos. Asta este sfatul Sfântului Arhanghel Mihail. Este cine să te apere și bunul Dumnezeu, dar ceea ce tu poți să faci, pașii aceia, să îi faci tu. O comunitate, iubiți credincioși, atât de frumoasă, care a trecut prin atâtea secole, care a muncit atât de mult, care a avut atâtea talente, pe care bunul Dumnezeu a înzestrat-o genetic, în genă, să aibă talentul limbilor străine, al meseriei, al hărniciei, trebuie de fiecare dată, în fiecare an, de fiecare rugă, să-și reamintească cine este. Nu pentru a se lăuda cuiva, ci pentru a redescoperi din nou care sunt valorile noastre, ca să le putem preda generațiilor tinere. Bunul Dumnezeu niciodată n-a lăsat poporul său de izbeliște. Și parcă atunci când a fost cel mai greu, parcă atunci rugăciunile au fost cele mai frumoase. Parcă atunci din inima oamenilor ieșeau minuni și pe gura lor. Probabil că, iubiți credincioși, și o țară și un popor trebuie să treacă prin foc, prin greu, ca să ne reamintim cât de bun este Dumnezeu și cât de important este ajutorul Său. Mulțumind în această Sfântă Liturghie de rugă, pentru că, iată, vedem a doua oară biserica plină și aseară și acum, cerem binecuvântarea Sa asupra fiecărei familii, binecuvântarea Sfântului Mihail asupra fiecărui copil și asupra fiecărui om care muncește pentru pace și dragoste. Hiseke ishtembe, vitem.
megváltoztatott áldozatuk, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr nevedből az áldozatot, nevének Felajánljuk neked, Istenünk, a dicsérő áldozatot, és kérve kérünk, hogy azt szívesen fogod, angyalaid vitest fölséget színe el, és fordítsd üdvösségünkre, Krisztus, ami Urunk állatkor. Amen. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Emeljük föl szívünket. Veletek az Úrhoz. Adjuk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos. Hogy mindig is mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert benned élünk, mozgunk és vagyunk, és földi életünkben nem csak jóságodat tapasztaljunk napról napra, hanem megkaptunk tőled az örök élet zálogát is. A Szentlélek ugyanis, aki életre kelte a halálból Jézus, már elkezdte isteni működését lelkünkben. Így reméljük, hogy a húsvét szent titkában állandóan részesít minket. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalal együtt, vidám léleket énekeljünk és hálás szívvel zengjünk. Hogy számunkra mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, ami előtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott megtörte tanítványainak adta, és így szól: vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, ez az én teste, mely értetek adaték. Kezébe vette a borral telt kelyhet is, vagyis mint hálát adott, odaadta tanítványainak is, így szól: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan. Ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek is mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Élő és szent áldozat. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát, az egész világon is te tökéletesi a szeretetben, Ferenc pápánkkal, József püspök úrral, az összes híveiddel és papságoddal együtt. Áldozza minte, Dámne, de tocko pi, parici, minden esemény efekatori nostri, Carora posata speranza mieri, primeste petozza se bucure delumina fecei tale. Könyörű kérjünk minnyájunkhoz, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolokkal és minden szenttel együtt részesé lehessünk az örök életnek, dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benned,
A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint. Szeretettel és háladással így imádkozunk együtt, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a benned, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinkre, miképpen mi is megbocsátjuk az elünk végezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a most. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, care ta fiți mire, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe o ispită. Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Böse. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, vagy kegyesen békít napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítünk Jézus Krisztusnak dicsőséges előttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Domine Iisuse, Tu le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Te rugăm, nu primi pe tatele noastre, ci credința bisericii tale, care te roagă să-i dăruiești pace și unire, tu care viețuiești în toți vecii vecilor. Amin. O scurbichie, legeri velete din necor. Ești a tăvere. Căsucite, că ai mașto, bine, e liber. Szeretetem, tégre vár, túl jöjjön
mennyei kenyérre tápláltál minket, Istenünk. Engedd, hogy ennek erejében megújulva, angyalainak bőséges oltalma alatt, bátran haladjunk előre az üdvösség útján. Krisztus, a mi urunk, Amen. Kedves évek, a Szent Mise végén szeretnék egy pár szót, hálaadást, hálát adni azoknak, akik közben jártak, akik segítettek, hogy ez az ünnep olyan szép legyen, hogy mind a két nap legyen ilyen szép. Elsősorban nem csak egy embernek, hanem egy egész közösségnek lehet gratulálni ezért a két szép napért, mert mindez, ami volt és közös volt. Délután 5 órakor a fának a licitálása lesz a kultúr otthon előtt, és szívesen várjuk mindenkit 8 órakor a sátorba, a bálba. Lehet oda menni, és csak egy fél órát vagy egy órát maradni, de szép ilyenkor megjelenni, hisz valaki szervezi, valaki foglalkozott, valaki dolgozott ezért, hogy mi tudjuk találkozni. Köszönjük szépen a polgári hivatalnak a támogatását, mert mindez, főleg a második része, az esti program nem lehetett volna az ő segítségük nélkül. László Sintul, Svinteritú Gídor, ezt kete vaku vinte, de mulțumire să spun și câteva de program pentru după masa aceasta. În primul rând, cred că trebuie să felicităm întreaga comunitate pentru cele 2 zile care, iată, au fost zile cu program frumos și zile cu biserică plină. Fiecărui creștin care s-a implicat și au fost destui, îl felicităm pentru o rugă reușită. Mulțumim frumos tuturor celor care au ajutat și vă așteptăm după masa la ora 5 pentru licitarea pomului la Casa de Cultură și la ora 20 pentru balul șvăbesc. Nu este neapărat să stați o noapte întreagă, dar este frumos să vină o jumătate de oră, o oră măcar să se arate acolo, pentru că cineva s-a ocupat și i-a organizat ca să aibă posibilitatea de a sta împreună cu concetățenii săi acolo în cort. Cineva s-a străduit, de aceea este frumos să ne și facem apariția acolo. Mulțumim frumos primăriei, mai ales pentru partea a doua care se va întâmpla după masa. Acest lucru nu se putea întâmpla fără ajutorul lor. De aceea, încă o dată, numele comunității noastre le mulțumim. Forumului German pentru activitatea pe care atât de migălos a pregătit-o. Să știți că acest lucru nu se pregătește cu o săptămână înainte, ci se pregătește cu luni în urmă. Fiecare om care este astăzi prezent aici, este oaspete, a fost contactat și s-a vorbit cu el. De aceea, pe lângă agricultură și pe lângă campania care a fost și recolta, mulțumim din suflet lui Ervin pentru că el știe cum și-a făcut timp ca să organizeze și partea culturală a acestui eveniment. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze, minne, chine, că ți-e devenit archivanul. Să știți că aseară, cred că de emoțiile concertului, am cumpărat atâtea prăjituri și suc, că putem să mai ținem 3 rugi. Așa că, când ieșim afară, tot acolo, pe partea stângă, o să fie prăjitură și citro, o să vă rugăm să vă și răcoriți un pic după Sfânta Liturghie. O scurle de refect. Aion és őrize minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért járjunk és éljünk békében. Istenem.